Balázs József tankerületi igazgató június 15-ei távozik posztjáról. A vezető döntései az elmúlt időszakban több esetben is országos sajtóvízhangot váltottak ki. Ilyen volt többek között a Szentesi Gimnázium felvételi feltételeinek utólagos módosítása, vagy a Makói József Attila Gimnázium testnevelő tanárával szembeni szigorú fellépése is, aki egy videójában egy vasaló deszkán otthonról mutatott be úszógyakorlatokat, ezzel igyekezve motiválni diákjait. Az említett pedagógus írásbeli figyelmeztetés kapott, elvették tőle, tanterveit csak a feletteseinek, de meg kell írnia. A szankciók ellenére fizetését teljes egészében megkapta. Információink szerint a pedagógus ügyében az oktatási jogok biztosa is vizsgálatot indított. Balázs József televíziónknak a lemondás tényét megerősítette, de hozzátette, a minisztérium nem engedi ezt a számára a nyilatkozattételt. Az interneten az eset óta megjelent egy online petíció, amelyben arra kérik a Makói József Attila gimnázium igazgatóját, hogy szüntessék meg a tanárral szemben érvényben lévő intézkedéseket. Egy hódmezővásárhelyi hírportálhoz eközben folyamatosan érkeznek a levelek, melyekben az olvasók kiállnak Balázs József tankerületi igazgató mellett.